Köszöntöm a nézőket! Különleges helyszínről jelentkezik a köztér, hiszen különleges maga a téma is, amiről majd beszélgetünk. Ez alkalmi stúdiónkat a rendőrkapitány úrnak az irodájában rendeztük be, úgyhogy gondolom kitaláltak, hogy Kovács Zsolt rendőrezredes a beszélgető partnerem. Jó estét kívánok! Köszöntöm! A 2018-as évet kellene legelőször értékelnünk, de nagyon sok kérdést kell feszegetnünk a mai adásban. Hogyha röviden, tömören kellene összefoglalni a tavalyi évet, akkor mennyire elégedett kapitány úr a munkával? Hát én vagy pedig a városnak a lakói, ugye az reméljük, hogy ugyanaz. Jó évet zártam, én azt gondolom. Néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy masszív csökkenés a bűncselekmények számában, ami nem csak Fehérvárra, egyébként az egész országra igaz, és ez megmaradt az elmúlt évben is. Nyilván az elején lényegesen nagyobb volt a csökkenés, most már kezd beállni egy szintre, ami fölé nem megyünk, akkor én nagyon elégedett leszek a következő évben is. Talán nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy úgy néz ki, hogy megmaradnak ezek az eredmények. Milyen tendenciákat kell ehhez követni? Mi figyeljük a regisztrált bűncselekmények számát, ami jelentős csökkenést mutat, de nagyon szeretem mindig elmondani az elrendelt nyomozások számát. Ugye a magyar jogrend szerint a rendbeliség miatt ez a kettő nem biztos, hogy feltétlenül ugyanaz. Ennek ellenére azt kell, hogy a elrendelt bűncselekmények száma is csökkent, jó 10 évvel ezelőtti számhoz képest olyan felére. Én azt gondolom, ez egy elég jó eredmény. Ez is volt a cél, amikor megfogalmazták tavaly év elején a 2018-as terveket? Természetesen meghatározzák azt, hogy körülbelül milyen eredményeket kell tartanunk, miért lenne jó tartani. Nyilván nem tudjuk megmondani, mennyi legyen. Tehát az, hogy mennyit fognak elkövetni, az rengeteg mindentől függ, ez nem csak a rendőrség munkájától. De azért egy cél, egy stratégia nyilván adott. Gondolom van egy országos elvárás, vagy egy országos protokoll, amely szerint végezni kell a munkát, de mennyire speciális Székesfehérvár? Nagyon jó a kérdés. Tudnék, azt mondják, hogy Fehérvár, illetve Fehér megye leginkább közelítő Budapesthez és Pest megyéhez. Tehát 3 olyan terület van, ami kiemelt és hasonló adottságokat mutat, ez pedig Budapest, Pest megye és Fehér megye. Ez adódik ugye Fehérvárnak az elhelyezkedéséből is, nagyon jó helyen vagyunk. A földrajzi elhelyezkedésünk nagyon jó, Pest közel van, főváros közel van, Balaton közel van, rengeteg út megy rajtunk keresztül a határokhoz, ami Pesthez teszi hasonlóssá a várost. És nagyon sok feladatot hoz. Természetesen, de ugye ezért vagyunk, hogy ezt nagyon sok feladatot meg is ez azt jelenti, hogy akkor a fővárossal közösen is dolgoznak? Nyilván a rendőrség az mindig dolgozik együtt, ha egy adott ügy felszínre kerül, ami esetleg több megyét is érinthet. De az, hogy konkrétan együtt dolgozunk, az így nem igaz. Hogyha már említette a rengeteg utat, nyilván fontos a baleseti statisztikákról is beszélgetnünk. Ezek hogyan alakultak az elmúlt? Hát ez az egyik olyan probléma szerintem, ami gondot jelent nem csak a városban, hanem az egész országban is. Az elmúlt évben sajnos ennek a statisztikája romlott. Nőtt a balesetek száma, ezen belül pedig a halálos kimenetelő balesetek száma is, elég jelentősen Fehérváron. Miért? Mi lehet ennek az oka? Azt szokták mondani, hogy a baleseteket nem a rendőrök okozzák, ez szerintem igaz is. A közlekedési morállal szerintem elég nagy problémák vannak az országban, és ha azt mondom, hogy bárhova megyünk, gyakorlatilag minden olyan fórumon, ahol megjelenünk, elsősorban a közlekedéssel foglalkoznak az emberek. Hiszen az utakon találkoznak önökkel a leggyakrabban, valószínűleg ennek is köszönhető. Nem csak a rendőrökkel találkoznak az utakon a leggyakrabban, hanem azzal a problémával, amivel szembesülnek. Legyen az akár gyorshajtás, akár elsőbbség megnemadása, bármi olyan dolog, ami növelheti a balesetek számát. Van esetleg arra vonatkozó statisztika, hogy mi okozza a legtöbb balesetet? Említette például a gyorshajtást, vagy például ez nem változott, ez évek óta ugyanazok a problémák, így van, és elsősorban a gyorshajtás. Fehérvárnak vannak olyan speciális helyei, útkereszteződésekre gondolok, vagy bicikli utakra, amelyek kiemelten balesetveszélyesek? Nem gondolom. Tehát olyan, ami nagyon-nagyon balesetveszélyes lenne, és ott kiugróan sok a baleset, olyan nincs. Ez inkább az emberektől függ, hogy mennyire figyelnek oda az adott helyen. És akkor olyan tendencia sincs, hogy hol lenne jó javítani, vagy hova szoktak a kollégák menni sűrűbben? Ezek nem elsősorban a városon belül vannak ezek a területek, hanem kint azokon az utakon, ahol, ahogy beszéltünk róla, lehet gyorsan hajtani.
lehet menni, és nem tartani be a szabályokat. A városon belül is vannak természetesen olyan helyek, ahol nagyon sokszor kérik az emberek, hogy akár mérjünk, akár álljunk ki, mert nem tartják be azt az adott sebességkorlátozást, amit oda kihelyeztek. Hogyan érkezik önökhöz be a kérés? Hogyan tudják a polgárok igényeit felmérni? A közlekedéssel kapcsolatban, vagy pedig gyakorlatilag most a közlekedésről beszéltünk, tehát elsősorban arra gondoltam, de nyilván a többi témában is fontos kérdés lehet ez. Nagyon sokféleképpen. Lehet telefonon segítséget kérni, ezt mindenki tudja, régen volt a 107, most már 112-t használják elsősorban. Lehet akár az interneten, van egy nyilvános internet címünk, ahol lehet bejelentést tenni. És ha olyan a bejelentés, akkor nyilván meg is tesszük, ami tőlünk telik. Lehet jönni fogadónapra, lehet felkeresni rendőröket, a körzeti megbízottakat. Tehát igazából ennek meghatározott formája nincsen. Vagy pedig, amit említettem, fórumokon. Rengeteg lakossági fórumon hangzik el az, ott nagyon sokat foglalkoznak a közlekedéssel, nagyon sok kérdés és kérdés hangzik el ezzel kapcsolatban. Ezeket mi gyűjtjük, és másnap reggel természetesen meg is beszéljük itt reggel az eligazítás keretében, ugye a közlekedés osztályvezetőjével. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, engedjenek meg egy kis film levetítését nekünk. A témát most nem mondanám el, hogyha megnézik az anyagot, akkor rögtön tudni fogják, és akkor ezzel folytatjuk a beszélgetést. Ez az a videó, amely a napokban bejárta a Facebookot. A felvétel nem a fővárosi Hős utcában készült, hanem Székesfehérváron a Jancsár parkban, nem messze az iskolától, óvodától. A fiatalok valószínűleg kábítószereztek, és ugyanúgy, mint Pesten, az úgynevezett varázsdohánytól kerülhettek öntudatlan állapotba. Az egyik itt lakó szerint a drogosok néhány hete jelentek meg a környéken, bár nem bántanak senkit, megrémítik a palotavárosiakat. Nem hiszem, hogy alkoholt fogyasztottak, hanem inkább valami kábítószer. Ennél a fotónál csak a helyszín más a szoborra merevedett fiatalok állapota ugyanolyan, mint a videón látottaké. A skála mögött szintén három fiatal ember vált szinte teljesen zombivá, de új képek is felkerültek a közösségi oldalra. A szakemberek szerint valószínűleg biofüvet szívnak a fiatalok. Van, aki ezt általában cigarettába elszívja, akkor rövid időn belül, körülbelül egy fél percen belül, egy percen belül teljesen betompul az agya, tehát az azt jelenti, hogy elveszti így a kapcsolatot a külvilággal, lóg a feje, elernyednek a végtagjai, nem nagyon van világánál, hogyha az ember így meglökdösi az illetőt, akkor így nagyjából próbál fókuszálni, próbál észrevenni, hogy ki van ott. Ez tart olyan 10-15 percig, nem tovább, aztán utána általában mennek fogyasztani tovább. A megyei rendőrség szóvivője azt mondja, a Jancsár parkba senki sem hívott rendőrt, de a kapitányság munkatársai viszonylag rendszeresen járnak el hasonló esetekben. Az egyenruhások azt kérik, aki ilyet lát, az hívja a 112-es segélyhívót. Munkatársaim mindent megtesznek a hasonló esetek kiszűrése és visszaszorítása érdekében. Részünkről az elsődleges intézkedés, az az úgynevezett biztonsági intézkedés, amikor a mentőszolgálat munkatársai segítségével orvosi ellátásban részesül az illető. Természetesen abban az esetben, hogyha indokolt, akkor kollégáim büntető eljárást is kezdeményeznek kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt. A vér és vizenetvizsgálat bebizonyítja, hogy a gyanúsított tiltott szert használt, a rendőrség büntető eljárás indít. Ha azonban a szintetikus kábítószer összetevői nem szerepelnek a tiltólistán, az egyenruhások tehetetlenek. A biofű komponensei folyamatosan változnak, és hatásuk kiismerhetetlen. A kábítószer fogyasztás akkor szokta felzaklatni az embereket, hogyha kint van a szemük előtt, hogyha nappal látják az utcán. Az előző kis filmünk is pont ezt mutatta meg, hogy bizony Fehérvár utcáin is lehet találni olyan fiatalokat, akik feltehetően droghatás alatt állnak. A büntető jog nem feltétlen tudja ezt a problémát megoldani. Önöknek milyen eszközeik vannak arra, hogy ez a probléma ez orvosolva lehessen a jövőben, vagy minden esetre csökkenjen? Két irányból tudnánk ezt megközelíteni. Ugye egyik van a büntetőjog egyébként, ami nem tehetetlen azért teljesen ezzel a problémával szemben sem. Bár elsősorban minket nem a fogyasztók érdekelnek, ezt nagyon sokszor elmondtam bármilyen fórumon, ahol megjelenünk, vagy a kollégáim megjelennek, hanem a terjesztése. Ha a terjesztést vissza tudjuk szorítani, akkor nyilván vissza fog szorulni a fogyasztás is. A fogyasztás nagyon általánosnak
tűnik az utóbbi időben, tűnik biztos, hogy az utóbbi időben. Nem tudok olyan települést mondani, kis települést, akár falut, vagy pedig várost, ahol ez nem merülne fel, vagy akár olyan iskolákat, ahol ne találkoztak volna már vele. A másik pedig a megelőzés. A megelőzés nálunk egy alosztály végzi, tehát kimondottan erre megalakított alosztályról van szó, akik nyilván amellett még, amit csinálnak, ezzel is foglalkoznak, és kiemelten foglalkoznak vele. Ők járnak több fórumra, iskolába, bárhova, ahova hívják őket, akár idős emberekhez, akár nyugdíjas klubokba, nyilván ez a kábítószerre vonatkozik. Nagyon sokféle fajta kábítószerre lehet találkozni, talán nehéz is kiszűrni, hogy mikor, mit kell keresni mondjuk egy terjesztőnél erre, hogyan tudnak felkészülni? Igen, azért érdekes ez, mert hogyha megváltoztatnak bármilyen összetevőt a kábítószeren belül, akkor lehet, hogy ez nem lesz kábítószer, nem lesz rajta azon a listán, ami azzá teszi. Ettől még természetesen el tudunk járni ezzel velük szemben is, és nyilván fel kell készülni, és követni kell a tendenciákat, amik megjelennek. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan, milyen fórumokon követik önök a tendenciákat? Hát természetesen, amikor lefoglalunk bármit, megtudjuk, hogy mi van nála. Lehet, hogy akkor éppen azzal nem lehet eljárni, de következő alkalommal már rajta lesz a listán, és akkor el tudnak vele kapcsolatban járni. Biztos vagyok benne, hogy sok szülő nézi most az adásunkat. Hogyan figyeljenek ők a gyermekekre? Mit tegyen egy szülő otthon? Hogyan tudja megóvni a gyermekét? Mert azért valljuk be, társaságban a fiatalok bátrabbak, nem gondolják végig az adott szituációt, az, hogy ez milyen következményekkel járhat. Azon felül, hogy a szülő otthon erről elbeszélget, vagy önök elmennek az iskolába, mit tehet a szülő? Hogyan vehet észre, ha probléma van? Én azt gondolom, hogy a kérdésben benne volt a válasz. Hogy figyeljen? Így van. Hogy figyelni kéne a gyermekre, és foglalkozni avval a gyerekkel. Tehát nagyon sok olyan dolgot nem is tudnak a gyermekről, amire tudni kéne. Ha arról tudnak, akkor könnyebben fel tudnának lépni, akár most legyen az kábítószer, hogy bármilyen jellegű olyan probléma, amivel egy fiatal találkozik. Az, hogy otthon azt mondja, hogy ne fogyassz kábítószert, az nyilván nem fogja elérni a célját. Tehát ez nem biztos, hogy hatásos lesz. Viszont, hogyha foglalkozik vele, és mindig tud róla, hogy a gyerek mit csinál, mivel foglalkozik, kikkel barátkozik, akkor szerintem sokkal sikeresebbek lehetnek. Talán hasonló probléma lehet az alkoholfogyasztás is, vagy alkoholos befolyásoltság alatt kormány mögé ülni, és ezzel kapcsolatban elég hatásos prevenciós foglalkozásaik is vannak. Kisfilmek is vannak, illetve olyan is, amikor helyszínen mutatják be azt, hogy mi történik, hogyha valaki tudatmódosítószer hatása alatt mondjuk autóba ül. Milyenek a visszajelzések, hogyan fogadják ezeket a diákok? Marra tetszik gondolni, hogy ami egy foglalkozáson filmeket vetítenek, igen, és bemutatnak, igen, a gyerekeknek. Igen. Ezek általában elég sokkolóak, szerintem az még egy felnőttet is megrázna sok esetben, nem csak egy gyereket. Pontosan is ez is lenne a cél, hogy ezáltal visszatartsuk őket az alkohol, nem is a fogyasztást, de az, hogy utána beüljenek autóba, vagy akár egy tudatmódosító szerrel. Melyik a legveszélyeztettebb korosztály? Nekem az a tapasztalásom, hogy én azt látom, vagy azt olvasom a hírekben, hogy egyre fiatalabbak kerülnek kábítószer vagy az alkohol közelébe. Hát a legveszélyeztetettebb, én azt gondolom, hogy az a fiatal felnőttek, tehát aki már a felnőttkor küszöbén áll, vagy pedig át is lépte, aki alatta van, az ugye fogyaszthat, de ő nem fog vezetni, nem fog autót vezetni. Viszont az iskolák azok kiemelt figyelmet kapnak. Tehát, hogyha iskola környéken jelenik meg bármilyen olyan drogterjesztése utaló információ, ami eljut hozzánk, akkor azért arra figyelünk. Április 12-én tartották a bűnmegelőzés napját. Természetesen Fehérváron is volt egy rendezvény, és természetesen a Fehérvár TV is ott járt. Ezt a napot ünnepeljük itt ma, a bűnmegelőzés napját. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a kormány 2011. április 12-én alapította meg. Ezt a napot idén először a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. Ezen a napon a Székesfehérvári Rendőrkapitányság az önkormányzat támogatásával faültetést kezdeményezett a Családok Ligetében, amelyen az István Király Általános Iskola 3. B-osztályos tanulói is részt vettek. Itt Palotavárosban, ahol elültettük itt a Családok Ligetébe ezt a bűnmegelőzés fáját, ez egy jó alkalom arra, hogy a gyerekeknek, akiknek szól ez a dolog,
a mai nap során. Rávilágítsunk arra, hogy az épített, szépített környezetünk is milyen fontos, és az abban okozott károk, akár a fáknak, akár a padoknak, vagy bármilyen dolog, amit a városban drága pénzért elhelyezünk, azt meg kell óvni. Ezen a napon az általános társadalmi összefogásra szeretnék felhívni a figyelmet. A rendőrség, a civil szervezetek és a kormányzati szervezetek ugyanis egy szélesebb összefogást tudnak gyakorolni. A települések biztonságának javítása mellett a szakemberek a fiatalok tájékoztatására szeretnének fókuszálni. A 2019-es évben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a drogprevencióra. A fiatalkorúak tekintetében 12 éves korosztály fölötti évfolyamokat vagy fiatalokat érintően, de természetesen ugyanúgy minden probléma, ami fölmerül, az fókuszban marad és nem veszít a jelentőségéből. A bűnmegelőzés napja alkalmából ültetett fa szimbolikus jelentéssel bír. A fa ágai a rendőrséget, a civil szervezeteket és a kormányzati szervezeteket jelképezik. Tudjuk jól, hogy nem állhat mindig minden utcasarkon egy rendőr, de hogyan érezhetjük magunkat biztonságban Székesfehérváron? Én remélem, hogy biztonságban érezzük magunkat Székesfehérváron. Hogy nem állhatott rendőr, ez azt hiszem természetes, ezt nem is tudjuk eléggé hangsúlyozni, mindenhol nem tudunk ott lenni. De az fontos, hogyha bármilyen bejelentés van, akkor megjelenjünk és ott legyünk rövid időn belül. Egyébként ezt is mérik nálunk, hogy mennyi a reagálási idő, mennyi idő alatt mennek ki a rendőrök. Megfelelő az állomány ahhoz, hogy mindig a legrövidebb idő belül ott tudjanak lenni, hogyha baj van? Igen, én remélem, hogy ez így van. Mit tudunk tenni akkor, hogyha mondjuk egy utcai rablásnak vagyunk az áldozatai? Mikor cselekszik jól egy állampolgár, mit kell csinálni? Természetesen, ha nincs környéken segítség, akkor hívja a rendőrséget, bár hozzá kell tenni, hogy az utóbbi időben ennek a száma rendkívül lecsökkent Fehérváron. 2009-10 környékén volt 60-70 darab a fehérvári kapitányságnak. Ehhez hozzátartozik természetesen a környező 33 település is. Most volt 5. Tehát nem jellemző most, ennek a száma rendkívül visszaesett, de én azt gondolom, hogy annak idején, mikor rendkívül sok volt belőle, nagyon nagy figyelmet szenteltünk a rablásoknak. Erre külön protokoll dolgoztak, hogy mit kell tennünk akkor, és kinek kell bejönni, akár irányítani a tevékenységet. Gondolom ehhez fontos az is, hogy kint legyenek az utcán, és biztos, hogy nagy segítséget nyújt önöknek a kamerarendszer. Ez milyen a városban? Én azt gondolom, hogy nagyon jó. A köztett felügyelet kezeli a kamerákat, nem a rendőrség, akikkel én azt gondolom, hogy kiváló kapcsolatot ápolunk. Napi kapcsolatban vagyunk velük, mind a beosztottaikkal, munkatársaikkal és mind a vezetőjükkel, személy szerint én is. Nagyon jó felvételeket készítenek egyébként, tehát kiváló minőségű kamerákról van szó. Sok-sok évvel ezelőtt ez még nem volt elmondható. Nagyon sokat segít, bár nem mindenható. Tehát ezt nem mondható, hogy mindent meg fog oldani a kamera, de hogy azokon a részeken, ahol a kamerát szerelnek fel, visszaesik a bűnözés, az szinte biztos. Picit beszélgessünk a nyárról és annak a veszélyeiről. Maradjunk akkor a bűnügynél. Nyáron szeretjük kinyitni éjszakára az ablakot, az ajtót, jöjjön be a friss levegő, de a friss levegővel más is érkezhet. Volt ilyen valóban, amikor ugye szúnyoghálót kiválva nyitott ablakot kihasználva, sőt, sok-sok évvel ezelőtt még az első emeletre is felmásztak a panelházakba. Ez most hála Istennek nincsen. Tehát a nyár ilyen szempontból nem veszélyes. Viszont olyan szempontból lehet veszélyes, hogy nagyon sok a fiatal az utcákon. Kilépnek a gyerkőcök is felügyelet nélkül adott esetben az utcára. Mennyire ismerik a fiatalok a kreszt, vagy mennyire kell rájuk ilyenkor jobban figyelni? Hát kint vannak az utcán gyerekek, ez én azt gondolom örömteli. Tehát legyenek kint az utcán, azért van az utca és azért van a város, hogy azt megtöltsék, főleg a fiatalok. Én azt gondolom, hogy nem szabadnak kitiltani őket a városból. Nincsen gond a fiatalok, én azt gondolom. Semmivel nem rosszabbak, mint a felnőttek. Semmivel nem jobbak, és ez igaz. De természetesen figyelünk rájuk, sőt, nekik van külön kressz foglalkozásunk, ha most az egész picikre gondolunk. Természetesen ez már nem a fiatal felnőttekről szól, de a kisgyerekekről, általános iskolásoknak van külön kerékpáros oktatásunk, kressz oktatásunk, amit szeretnek is, és nagyon gyakran hívnak bennünket hétvégeken, és minden olyan rendezvényre, amit valaki szervez, akár egy kerületben, akár egy iskolában, akár egy táborban. Ez része az iskolarendőr programnak?
Igazából nem. Ez a bűnmegelőzési halosztályoknak a feladata. Ő nagyon-nagyon sok ilyet csinálnak, és amit lehet, mi azt el is vállaljuk. Nagyon ritkán mondunk nemet, sőt, nem is emlékszem arra, hogy nemet mondtunk volna, akár még egy bölcselébe sem elmegyünk egy autóval, egy motorral, egy rendőrrel, hogy azt meg tudják nézni a gyerekek. Utóbb nem emlékszem, megmondom őszintén, tényleg nem emlékszem olyanra, hogy nem mentünk volna el. Mennyire ismerik a Kresszt? Azért ilyenkor csak sikerül egy statisztikát felállítani, ha nem is hivatalosat. De a hivatalos Kresszt nem fogja ismerni egy kisgyerek, hát ő ezt nem is tanulta még. De az, hogy mit kell tennie, akár az úton áthaladáskor, azt azért tudja. De hát ebben is elsősorban a család és a példamutatása fontos, és nem pedig a rendőr. Igen, a családnak kell ezt megtanítani valóban. Ha már nyár, akkor itt vannak a fesztiválok, vagy a kulturális rendezvények Fehérváron, főleg az augusztus ugye nagyon kiemelt és fontos városunkban. Erre megerősített szolgálattal kell készülni? Igen, készülünk. Természetesen a fesztiválok, ami pont most fog a héten kezdődni, azt kell, hogy mondjam, nem jelentenek olyan hatalmas problémát, mint hogy az első hallásra az emberek gondolnák. Tehát probléma nélkül le szokott menni. A nagy fesztivál pedig, ami a városban van, ez a királyi napok, pedig amikor a legelsőt szervezték, ugye meghívtak mindenkit, aki érintett ebben az ügyben, a szervezésben, a biztosításban. Először sokkal veszélyesebbnek nézett ki, mint aztán ahogy lett. Nagyon szépen lemennek ezek a fesztiválok anélkül, hogy még akár volt olyan, amikor bűncselekmény sem történt. Ezt jó hallani. Reméljük, hogy az idei is így lesz. Bízunk benne. Hamarosan elkezdődik. Bicikli kontra autó. Rengeteg az összecsapás, rengeteg a vita. Hol van a rendőrség ebben a harcban? Arra vonatkozik, kinek a pártján állunk? Nem, hanem hogyan. Nyilván a Kressz fogja megoldani a helyzetet. Gondolom ez lesz a válasz, hogy hivatalosan a Kressz fogja megoldani, de hogy önnek mi a véleménye? Valóban a biciklisek a felelőtlenebbek? Vagy az autós nem veszi figyelembe a biciklist? Lehet egyáltalán igazságot tenni ebben a kérdésben? Igazságot lehet tenni nyilván a Kressz alapján, ahogy tetszett említeni. Én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy a kerékpáros a hunyó, vagy éppen az autós. Ne felejtsük el, van, aki kerékpározik, utána átül az autóba. Én nem gondolnám, hogy a mentalitása meg fog változni attól, hogy kerékpárra ül, vagy attól, hogy autóba ül. Azt nyilván viszi tovább, amilyen ő, és ahogy viszonyul a Kresszhez. Én nem gondolnám, hogy bármelyik rosszabb lenne, vagy jobb lenne a másiknál. Habár még nincs vége a nyárnak, de azért most nézzük egy kicsit előre. Szeptemberben kezdődik az iskola. Ilyenkor biztos vagyok benne, hogy fokozottabb figyelemre van szükség az önök részéről, és hogyan készülnek erre az időszakra. Ezt már hosszú-hosszú évek óta végezzük és folytatjuk ezt a feladatot. Az első hónapban, egy hónapig az nagy iskoláknál, forgalmas utak mellett lévő iskoláknál kint van vagy egy rendőr, Zebránál, vagy pedig egy polgárőr, vagy közhelyet felügyelő. De ez régóta megy már ez az akció, és ezt következetesen végezzük is minden évben. Örülnek, hogyha látják önöket? Jól fogadják ezt? Igen, gondolom a szülők elsősorban. Mindenképpen. Én azt gondolom mindenképpen. Tehát főleg a kis iskolások, akik elindulnak iskolába az első alkalom, akkor azért nekik ez nagyobb segítséget jelent. De jó a visszhang, én azt gondolom. És ezt fogjuk csinálni idén is természetesen. És hogyha már túlmentünk a nyáron, és letudtuk a fesztiválokat, akkor azért egy sportvárosban nagyon sok mérkőzésen kell szintén óvni a rendet. Erre hogyan készülnek? Természetesen, úgyhogy tervet készítünk, és megyünk biztosítani az összes rendezvényt, ami szükséges. Vannak kiemelt mérkőzéseink, és vannak normál kockázatú mérkőzéseink. Ezt nyilván egy bizottság határozza el, hogy melyik kategóriába tartozik, és a melyik veszélyesebb, abban nyilván több emberrel veszünk részt. Ebben kapunk segítséget a közkészeti rendőrségtől is, tehát ezt magunk nem is biztos, hogy meg tudnánk oldani egy nagy 10-11 ezres mérkőzések a biztosítását, de felkészült szakemberünk van, én azt gondolom. És milyen szurkolók a fehérváriak? Szerintem megint csak azt mondom, mint bármelyik esetben nem rosszabbak, nem jobbak, mint mások. Természetesen szeretnek szurkolni, szeretnek kimenni. Egyébként én, ha így visszagondolok mérkőzéseken, én nem is emlékszem, hogy nagyon nagy rendbontás lett volna nálunk. És a mérkőzéseket követően, mert a gazdaságok talán akkor egy kicsit erősebbek. Hát ez a feladatunk, hogy szétválasszuk őket, és ne engedjük össze.
ezért vagyunk ott mérkőzések előtt és mérkőzések után. Amikor már bent vannak, akkor mindenki a saját szektorában ül, nyilván verbális csata zajlik, de ez természetes előjárója a mérkőzésnek. Utána pedig megyünk és nem engedjük össze őket. Nem lehet egyszerű feladat. Térjünk át azokra, akik ezt a feladatot végzik, ugyan már említette, hogy elégedett az állomány mennyiségével és munkájával is, de azért egy picit jobban ismerjük meg őket. Hányan dolgoznak a fehérvári rendőrkapitányságon, és milyen az állománya? Hát hivatalosan 300 fő dolgozik itt, hivatásos, tehát ők a rendőrök, akik a rendőri munkát végzik, vagyunk olyan 340 négyen, akik összesen Debreben vannak, természetesen azok az emberek is, akik rendben tartják az épületet, segítik a munkánkat. 300 főn azt gondolom, hogy elég kell, hogy legyen arra a munkára, amit végzünk. Az állományunk ugye régen nagyon sokszor felmerült, hogy fiatalok voltak. Ez úgy kezd egy kicsit normalizálódni, talán egy kicsit idősödik az állomány. Én azt gondolom, hogy felkészült fiatalokról van szó. Nagyon sok szakmában azt tapasztaljuk, hogy elhagyják az országot a fiatalok. A rendőr szakmában, mondjuk egy rendőrtiszti elvégzését követően, ez hogyan alakul? A rendőrtiszti elvégzését követően azért nem olyan jelentős az elvándorlás, azért mégiscsak tisztekről van szó, akik azért azt gondolom, hogy jobban keresnek. Jellemző az elvándorlás nálunk is, mint bárhol máshol. Tehát mindenki pénzből él, és mindenki a fizetéséből él, és aki tud, az keres magának olyan helyet, ahol esetleg jobban megél. De nem tömeges az elvándorlás. Az állománynak tavaly feladata volt, hogyha jól tudom, a déli határszakasznak a védelme is. Idén vannak-e ilyen feladatok, és hogyan tudják ezt összeegyeztetni az itt zajló munkával? Ez feladatunk volt természetesen, és idén már nincs. Legalábbis nagyon-nagyon visszaesett, tehát van olyan eset, amikor például olyan biztosítási feladata van, az ottani rendőrségek felkerülni Budapestre olyan feladatot kapnak, hogy el kell hagyniuk a határt, akkor lemegyünk és segítünk, hogyha ezt elrendelik, de nincs már az, ami a tavalyi évben volt. Azt pedig úgy tudtuk megoldani, hogy jelentős túlórával és túlmunkával tudtuk biztosítani közterületi jelenlétet. De erre meg is volt minden lehetőségünk, tehát megkaptuk azt a támogatást, amilyen szükséges volt. De ez jó volt mindenkinek, aki könnyebb végezte. Könnyebb volt motiválni. Természetesen, természetesen. Nagyon szűkös az időnk, de azért kíváncsi vagyok az idei évre, az idei tervekre, és arra, hogy most így fél év távlatában, ha bár számokról konkrétan nem beszélünk, de hogyan alakul a statisztika? Tehát milyen a 2019-es év? Beszélgetésünk elején egyszer már említettem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem is fog változni, tehát a tendencia az marad ebben az évben is. Én nem szeretem azt mondani, hogy csökken a bűncselekmény jelentősen. Én azt gondolom, hogy egy elfogadható sávon belül van, akkor elégedetteknek kell lennünk. Valamennyit fog csökkenni, most is azt mondják, mutatják a számok egyébként, mert ezt figyeljük mi évközben, és nem csak évvégén veszük elő ezeket a számokat. Mi ezt látjuk folyamatosan évközben. Én azt gondolom, hogy ha ezen a sávon belül vagyunk, és ebben ez a tendencia marad, mint ami most van, akkor elégedettek lehetünk, a jelek biztatóak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő héten is, hiszen köztérrel akkor is várjuk majd önöket. Viszontlátásra!